Tudta című rovatunk a koraszülöttekről szól, ugyanis éppen tegnap, vagyis november 17-én volt a koraszülöttek világnapja. Ilyenkor a szakemberek és az érintettek, illetve hozzátartozók a koraszülésre és a koraszülöttek, illetve családjai küzdelmére hívják fel a figyelmet világszerte. De mely babákat nevezzük koraszülötteknek? A zavartalan, normális várandóság a szakemberek szerint általában 40 plusz-minusz 2 hétig tart. Az az újszülött, amelyik eléri a 37 hetet az anyaméhben, érettnek számít. Életfunkciója a megszületés után elég felkészültek a méhen kívüli élethez. A várandóság 24. és 37. hete között lezajlott szülést azonban koraszülésnek nevezzük. A Földön minden tizedik csecsemő koraszülöttként jön a világra, Magyarországon évente körülbelül 8000 újszülöttet érint. Kevesen tudják, hogy ma már az 500 grammal született csecsemőknek is van esélyük az életben maradásra, amennyiben megkapják az állapotuknak megfelelő speciális intenzív ellátást. A koraszülöttek többsége azonban 1500-2500 gramm súllyal születik. Az érintett babák nem csak kicsik, de testarányaik is mások. A leggyakrabban előforduló problémák a tüdő fejletlensége, a reflex hiánya, a nyelési nehézségek, az éretlenség és sérülékenység miatti bevérzés, a gyenge immunrendszer, illetve a mozgási és szenzoros területek sérülése. A koraszülésnek rengeteg oka lehet. Közrejátszhat anyai betegség, méhfejlődési rendellenesség, a szociális helyzet, a káros szenvedélyek, az anyai életkor, a különböző fertőzések és a fejlődési rendellenességek is.